mentünk Nagánóba a hegyekbe, ahol láttuk, hogy ugye havazott, de közben még láthattunk cseresznyevirágzást. A dombóvári származású Sandro Hakamillát választották előadónak a Dombóváriak a nagyvilágban című előadássorozat utolsó alkalmára. Az évadzáron Sandro Hakamilla a Japánban tett útjáról és az ott szerzett tapasztalatairól mesélt az érdeklődőknek. A már a második évadjának végéhez érkező sorozat előadásain egy-egy volt dombóvári lakos mesél a nagyvilágban szerzett élményeiről. Ez a második évad, aminek az utolsó előadása mai napon itt el fog hangzani. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy minden hónapban egyszer dombóvári vagy dombóváról elszármazott ismerősünk, barátunk előadást tart nekünk utazási élményekről. Volt, aki már csak egy városról tartott előadást, de általában egy ország az, amit ki szoktak választani. Ma egy nagyon különleges előadó, a fiatal Sandro Hakamilla fog érkezni, és Japán lesz a téma. A résztvevők a számunkra néha távol álló szokások mellett sok Japánban készített fotót és videót is megtekinthettek az este folyamán. A japán emberek életmódja annyira eltér a miénktől, például a vallások, ahogy keverik a vallásokat, vagy ahogy élnek egyáltalán a szobáik, a házaik, az életkörülményeik, az is teljesen más, mint amit mi megszoktunk, nem beszélve a gasztronómiájukról, hogy például ők az édességeket nem annyira fogyasztják, de milyen desszerteket szoktak készíteni zöld teából vagy algából, tehát teljesen szokatlan dolgok ezek, úgyhogy remélem, hogy minél többen el tudtak jönni, mert ott részletesen fogok ezekről beszélni. Az előadássorozat látogatóinak örömére a szervezők elmondták, már dolgoznak a harmadik évad előkészítésén.